most szórakozol, ugye? Tehát 99% lett, ez nem elég jó. Oké, ez 80%, ez nekem teljesen jó. Sziasztok, fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Szóval ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy ha valaki ilyen perfekcionista, akkor hogyan tud igazából a perfekcionista helyett ilyen high achiever lenni, vagyis az azt jelenti, hogy egészségesen motiváltnak lenni, viszont nem beleesni abba a hibába, hogy görcsösen akarjuk a 100%-ot. Szóval nincs azzal semmi baj, hogyha valaki a tökéletességre megy, viszont fontos azt tudni, hogy az életben lesznek olyan pillanatok, amikor egyszerűen nem fog menni az, hogy valami tökéletes legyen. Akár az iskolában, akár a munkahelyeden, akár a kapcsolatodban, nagyon sokszor lesz olyan, amikor egyszerűen nem fogod elérni a 100%-ot, nem lesz meg az az ötös, és ezzel nincs semmi gond. Az az egészséges életmód, hogyha valaki sokat szeretne elérni, viszont nem esik bele abba a hibába, hogy rágörcsöl arra, hogy akkor most nekem muszáj a 100%, hanem úgy van vele, hogy én meg vagyok elégedve a 80%-kal is. Tehát hogyan tudod átváltoztatni a mentalitásodat arról, hogy a 100%-ot akarod elérni, és ezért a 99 az nem elég jó neked, odáig, hogy igazából a 80% is jó neked. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, és ez egy perfekcionistától jön, azaz, hogy ha neked olyan életed van, hogy te mindig a 100%-ra fogsz törekedni, akkor nagyon rossz életed lesz. Tehát a folyamatos stressz, a folyamatos megfelelés, a folyamatosan az, hogy nekem ezt el kell érni, ez egyszerűen gyilkos. Tehát ez egy nagyon-nagyon toxikus hozzáállás, amit egyébként senkinek nem ajánlok, mert így sosem fogod tudni élvezni az életet. És ezért szeretném azt, hogy a második lépésben, miután rájöttetek, hogy oké, amúgy én így gondolkozom, újra gondoljátok azt, hogy ti hogyan akartok gondolkozni. Tehát aki mindig a 100%-ra törekszik, az sosem lesz boldog. Mert sosem leszel elégedett, hiszen 10 alkalomból 9-szer nem fogod elérni azt, hogy tökéletes legyen valami. És ezért 9 alkalommal te szomorú leszel. Holott ha arra gondolsz, hogy a 80% is neked elég jó, hiszen átmész azon, hogy ne bukjál meg, ergo nem kell a 100%, és te már a 80%-nak is örülsz, akkor sokkal boldogabb életed lesz. Tehát a másik dolog az az, hogy megváltoztatjátok a gondolkodásmódotokat arra, hogy igazából örülünk annak, hogy ez a 80% ez meglett, és nem a 100%-ra megyünk állandóan. A harmadik dolog az az, hogy újra gondoljátok azt, hogy mit jelent az, hogy elbuktunk. Tehát 80% az nem bukás. 90% az nem bukás. Viszont ugye, hogyha valaki perfekcionista, akkor neki igazából így, ami nem 100%, az már bukás. Viszont ilyenkor kell újra gondolni azt, hogy oké, nem sikerült ez az interjú, mondjuk, tegyük fel egy munkahelyre. De igazából behívtak, tehát az már félig siker. Ergo nem az, hogy vissza se írtak az e-mailemre, vagy a jelentkezésemre. Tehát újra kell gondolni azt, hogy mit jelent az, hogy elbuktunk, mit jelent az, hogy igazából nem ment, és hogyan tudunk ezen javítani. A negyedik dolog az az, hogy ha te egy high achiever vagy, akkor arra fogsz gondolni, hogy ha valamiben elbuksz, akkor annak megtalálod a pozitív oldalát. Tehát ugye a perfekcionista volt az a videó elején, aki azt mondta, hogy úristen, 99% milyen bénák vagyunk. A high achiever viszont ugye azt mondta, hogy oké, 80%, mi ebben a jó? Hogyha úgy érzed, hogy ez a 80% mégiscsak csalódás neked, és mégiscsak bukás, akkor találd meg, hogy mi a jó oldala. Nem tanultam eleget, ergo legközelebb többet fogok. Nem aludtam eleget a dolgozat előtt, ergo legközelebb többet fogok. Mi az, amit tudsz változtatni? És így legközelebb nem 80%-ot fogsz elérni, hanem 85-öt, viszont még mindig nem perfekcionista leszel, hiszen a 85-nek ugyanúgy fogsz örülni, mert jobb, mint a 80, és ezért te már high achiever leszel. Az ötödik dolog, ami ahhoz kell, hogy te ne ilyen maximalista legyél, hanem igazából sokkal inkább olyan, aki ugyanúgy harcol a céljaiért, viszont nem fog csalódni, hogyha nem éri el őket, azaz, hogy sokkal reálisabb célokat rak össze. Tehát 100% az nem reális cél, bármennyire is úgy érzed, hogy reális, az nem. Ha van egy tárgyad, ami relatíve egyszerű, abból reális. Ergo nem szabad olyan célokat kiállítani magunk elé, amik nem egészségesek. Mert hogyha nem éred el a célokat, akkor azt hiszed, hogy hülye vagy. Márpedig nem vagy hülye, hanem olyan célokat állítottál föl, amiket egyszerűen nem tudsz meglépni, nem azért, mert nem vagy rá képes, vagy nem vagy elég jó, vagy mert nincsenek meg hozzá a képességeid, hanem szimplán azért, mert nem reálisak. Vannak olyan dolgok, amik nem reálisak. Hogy te a jövő heti vizsgára meg akarsz tanulni 100 oldalt, az nem reális. De ha azt mondod, hogy decemberig meg akarsz tanulni 100 oldalt, az reális.
Ergo, ha van egy célod, amit mindenképp szeretnél elérni, akkor úgy oszd be, hogy reális legyen, ha kell hozzá több idő legyen, ha kell hozzá, akkor tanuljál többet, ha kell hozzá, akkor kérjél segítséget, de legyen reális. A hatodik dolog, amit nagyon-nagyon sokan elfelejtenek, az az, hogy aki perfekcionista, az arra fog gondolni, hogy a cél legyen meg a 100%. Én ezt a 100%-ot így meg akarom fogni, és én ezt soha többet nem engedem el. A high achiever pedig azt mondja, hogy ide figyelj, én itt vagyok az egyetemen, a munkahelyemen, a kapcsolatomban, mindegy, hogy hol, én szeretném ezt a dolgot élvezni. Ergo, élvezi magát a folyamatot. Nem arra gondol, hogy ez most 80-90-100% lesz, hanem arra gondol, hogy én itt vagyok, én olvasom ezt a cikket, én ezt élvezem. Én itt vagyok, én csinálom ezt a projektet, én ezt élvezem. Én ebben a kapcsolatban vagyok, én ezzel az emberrel együtt vagyok, én ezt élvezem. A hetedik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy az legyen a célod, hogy elég jó legyél, és ne az, hogy tökéletes. Ha elég jó vagy, az azt jelenti, hogy ma saját magadnak elég vagy, viszont van hely ahhoz, hogy hibázzál. Mert fogsz hibázni, és ez oké. Okay. És ezért kell az, hogy elég jó legyél, tehát érd el azt a 80%-ot, de ne a tökéletesre menjél, mert ha nem éred el, akkor visszajukadunk oda, hogy azt fogod gondolni, hogy nem vagy elég jó. Ami nyilván megint nem a te véleményed, hanem a perfekcionista, a maximalista éned beszél belőled. A nyolcadik dolog, ez egy nagyon érdekes dolog, és ez igazából a nyelvvel, illetve a megfogalmazással kapcsolódik össze, mégpedig az azt jelenti, hogy azt a szót, hogy kellene, azt így felejtsd el, amikor célokat tűzöl ki magadnak. Tehát, amikor azt mondod, hogy 100%-ot kellene elérnem, nem kell. Tehát senki nem mondta azt, hogy 100% kell, ha csak nem ezen múlik az érettségid, vagy az egyetemre jutásod, vagy a nem tudom micsodád. Azon kívül, ha ez egy random dolgozat holnap, egy random ZH jövő héten, akkor az a szó, hogy kellene, az nem igaz. Akkor kell, amikor bukásra állsz, és ezen az egy dolgozaton múlik a jegyed. Akkor kell, de akkor sem a 100% kell, hanem az 5-ös, ami mit tudom én, 80% vagy 90. Ergo, gondolj bele abba, hogy azt, hogy kell, azt így elfelejtjük. És arra gondolunk, hogy lehetne 100%, kell a 80%. Kell a 80, high achiever, kell a 100%, az a maximalista, és ez nekünk nem kell. A kilencedik dolog az az, hogy milyen szinten fog ez számítani 5 hónap múlva. Ergo, ha most ez egy ZH, az valószínűleg nem fog számítani 5 hónapon belül, tekintve, hogy már ugye szeptember vége fele vagyunk, ergo nem fog számítani 5 hónap múlva. Tehát miért akarsz ebből 100%-ot? Ha az érettségiről beszélünk, azt mondom, oké, okay. De ott sem a 100%-ra megyünk, már pedig ugye a maximalista az valószínűleg így a 95 pluszra fog menni, viszont ha nem számít 5 hónap múlva, akkor felejtsük már el, jó? Tehát akkor nincs stressz rajta, 80%-ra megyünk, örülünk neki, pont. És az utolsó dolog az pedig az, hogy próbáld meg úgy nézni az életedet, hogy csináld a dolgokat, ahogyan te szeretnéd, és ne ahogyan kell ezeket a dolgokat csinálni. Tehát, hogyha te fölkelsz holnap reggel, és azt mondod, hogy ma biosztézét írunk, és engem nem érdekel a biológia, akkor nem fogsz a 100%-ra menni, mert a biosz az nem a te utad, az nem a te módod. Ergo, ha valami érdekel téged, tedd bele az energiát. Ha valami nem érdekel téged, ne tedd bele az energiát. Ha csak nem számít. Ezt kiemelném, hogyha valami számít, és muszáj vagy beletenni az energiát, akkor sajnos muszáj vagy lenyelni ezt a békát. Viszont fontos, hogy a 100% akkor sem számít, hanem nézd meg, hogy mi a reális cél, mi az, ami kell. Viszont ne azt nézd, hogy oké, a másik ennyit tanul, akkor én is ennyit akarok tanulni, hanem nézd meg azt, hogy neked mennyit kell tanulnod, ennyit, oké, boldogok vagyunk, mit tanulunk, vagy oké, nekem ennyit kell tanulni, akkor ennyit tanulok. Tehát csináld úgy, ahogy neked jó, saját magadat tedd boldoggá, ne azzal foglalkozz, hogy más mit csinál, más hogyan csinálja, más mennyit csinál, hanem az, hogy neked mi a jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy aki esetleg nagyon-nagyon maximalista, mint ahogy én is, ők egy kicsit visszavesznek, és inkább erre a high achiever-re fognak fókuszálni, mert most például én is próbálom ezt a mindsetet így belerakni az életembe minden téren, tehát tényleg minden téren, nem a tökéletességre menni, sokkal reálisabb célokat tűztem ki, és ezeket próbálom így elérni úgy, ahogyan nekem jó, az én módszereim szerint. Ha bármi kérdésetek van, kérdeztek nyugodtan, akár Instagramon, akár itt komment szekcióban, állok rendelkezésetekre. Remélem, hogy nagyon szép hetetek van. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!